Nap mint nap használjuk ezt a kifejezést, legalábbis a legtöbben. Azonban az eredetéről nagyon keveset tudnak. És ezért gondoltam, hogy esetleg hasznosabb fogjátok találni, ha megvizsgáljuk azt, hogy honnan ered az a szó, amelyet használunk, ja, hol a teremtő szavának megnevezésére, ami nem más, mint az írás, vagy a szentírás, a köznyelvben pedig Biblia. Mint a legtöbb jelentősebb név az írásokban, a Biblia is egy pogány eredetű kifejezés, ezért halljátok legtöbbször az írás, vagy pedig a könyv szót ezen a csatornán. Azt szeretném hozzátenni, hogy ez nem azt jelenti, hogyha valaki használja, az pogány, vagy tudatlan, vagy azt nem fogadja el a teremtő, vagy ilyesmi. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a történelemnek egy olyan időszakában élünk, amikor ki tudjuk deríteni az igazságot, amikor lehetőségünk van arra, hogy megtaláljuk azokat a dolgokat, amelyek az embereket foglalkoztatták az évszázadok, évezredek során. Ha egyszer lehetőségünk van erre, akkor miért ne használnánk ki? Miért ne próbálnánk meg a lehető legközelebb kerülni a Teremtőhöz, akinek az akaratát mindannyian keresünk? Ennek az egyik módja, hogy kiderítjük, hogy mik azok a kifejezések, amelyeket ő használt a saját maga, a fia, a többi karakter, illetve mindazon dolgok megnevezésére, melyek előfordulnak az írásokban. Mindenkinek örömmel kellene fogadni az információt és a lehetőséget, hogy kideríthetné, hogy mi az, amiben megtévesztették, amiben hazudtak neki, mi az, amit nem értett pontosan. Ez a feladatunk, hogy kikutassuk ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezért készítettem ezt a videót is. A cél az, hogy információt adjak azok számára, akik igénylik azt, és akik valóban kutatják az igazságot. A cél nem az, hogy bárkit is kellemetlen helyzetbe hozzak, vagy azt bizonyítsam, hogy ki mennyire okos, vagy ki mennyire nem okos. A lényeg az, hogy ha van lehetőségünk közelebb kerülni a Teremtőhöz, akkor miért ne próbálnánk meg minden eszközzel? Az első utalás arra, hogy egyáltalán léteznek ezek az írások, az Daniel, vagyis Dániel 9-es fejezetben, a második versben található, mely így szól: uralkodásának első esztendeiben én, Daniel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről Jahua igéjelőn Jeremiahu, Jeremiás profétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelnie Jerusalaim omladékain. Ez ugye arra a proféciára vonatkozott, hogy 70 esztendőig lesznek fogságban Babilonban, illetve legtöbben ma a Biblia szót használják ezen könyvek és írások megjelölésére. Nézzük meg röviden, hogy mi is a Biblia szó etimológia, ez az eredete. A Biblia görög eredetű szó, ami a latin közvetítésével került át a magyarba. A biblion, könyv vagy tekercs szó, ami Biblia, könyvek, tekercsek, azaz az egyes száma, biblion, többes száma, biblia. A latin a görög kifejezés többes számú alakját veszi át, ami könyvek. 13. századtól viszont egyes számú alakként használja, szentírás értelemben. Biblia, vagy bibliorum, könyvek, biblia, könyv, szentírás. Ha megnézzük az adorans.hu weboldalt, akkor azt láthatjuk, hogy a biblia szó a görög biblion, könyv, vagy tekercs többes számú alakja, ta biblia, a könyvek, és ebben a formában vették át és alkalmazták a latin nyelvű keresztény irodalomban. 13. századtól kezdve a biblia szót egyes számban kezdték használni, a könyv. Így vált végül általánossá a keresztény latin irodalom közvetítésével a modern nyelvekben, így a magyar nyelvben is a biblia szó. Még annyit hozzátesz, hogy a modern nyelvekben használatos még az írás és szentírás kifejezés is. Ezek a kifejezések a latin scriptura, sacra scriptura fordításai, amelyek pedig a görög grafé és
Grafai Hagiai megfelelői. Ugye egy példát is ad ez, ugye Hökönön János 10.35-ös vers, amikor a grafé kifejezés szerepel ebben, illetve amikor a Grafai Hagiai, ez a rómaiak 1.2. Ez ugye Hökönön 10.35. Ha azokat Elohimeknek mondá, akikhez az Elohim beszéde lőn, és az írás fel nem bontható. Azaz írás grafé szó az, ami itt szerepel. Míg Saul a rómaiakhoz írt levelének első fejezetében a második versben így ír, melyet eleve megígért az ő profétái által a szent írásokban. Ugye a szent írás itt grafai, hagiai. Azért érdekes ez, mert ugye sokan azt mondják, hogy az Új Testamentum ugye az Új Testamentum az Bibliának minősül, míg itt egyértelművé teszi Saul, hogy az Új Testamentum nem része a Szentírásnak, hiszen az akkor még nem volt megírva, és ők már akkor Szentírásról, azaz Bibliáról beszéltek, tehát lennie kellett írásoknak, amiket ő Szentírásnak hív, azonban az nem lehetett az Új Testamentum, hiszen akkor az még nem létezett, úgyhogy érdekes kérdés azok számára, akik azt mondják, hogy az Ószövetségnek nincs jelentősége igazából, hogy ezek az emberek akkor ennek ellenére ebből tanítottak, és ezt szent írásnak hívták. A lényeg azonban nem az, hanem hogy igenis szerepel ez a kifejezés magában, az úgynevezett Bibliában, a 66 kanonizált könyvben. Szintén egy utalás található a könyvekre, ugye első Makabeusok 12. fejezet 9-es versben, a Biblia szóval kapcsolatban, nézzük meg ezt is. A Bible Gateway tartalmazza az apokrifát, az első Makabeusok könyvét, sajnos magyar fordítás erről nincs, azonban aki angolul beszél, vagy bármi más nyelven, ahol elérhető, az megtalálhatja itt. Arról beszél, hogy és most, bár nekünk nincs szükségünk ilyen szövetségesekre, mivel a mi erőnk forrása a szent könyvekben található, melyeket mi birtokolunk. Azaz a Makabeusok idejében, ugyanúgy, ahogy Dániel idejében, ugyanúgy, ahogy az Új Szövetség idejében, Jehusa HaMásiák idejében és Saul idejében is ugyanaz volt a Szentírás, illetve hát az, ami addig megvolt nyilván. Úgyhogy ebben nem tartozhatott bele az Új Szövetség igazából soha, Saul idejében sem, ami nem azt jelenti, hogy az Új Szövetség nem fontos, csak egészen egyszerűen azt jelenti, hogy amit ők Szentírásnak hívtak, az más volt. Ha már itt tartunk, akkor néhány mondatban nézzük meg, hogy a Wikipédia mit ír a Bibliáról, és itt azt találjuk, hogy a Biblia a görög Biblios tekercs szóból származik, azoknak a könyveknek gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Elohimtől sugalmazottnak és annak okán szentnek fogad el. A Bibliát szent jellegébe adódóan szentírásnak is nevezik. Így folytatja a Biblia elnevezései részben, a Biblia szó az ógörög biblion, többes száma, jelentések könyvek. A könyv tekercs jelentésű biblion szó pedig a biblos szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte, és Byblosz városáról neveztek el, amely az a föníciai kikötő volt, ahol a papiruszt hajókra rakták, és szállították az akkor ismert világ minden tájára. Bizonyára emlékeztek, hogy Márk 12. fejezet 24-es versben Jehusa így szólt, felelvén mondanékik, avagy nem azért tévelyekteké, mert nem ismeritek az írásokat, sem Elohimnek hatalmát. Az írások, ez az a kifejezés, melyet ma mi Bibliának hívunk, természetesen akkor az úgynevezett Új Szövetség nélkül. Ez a kifejezés Márk 12. fejezet 24-es versben pedig nem más, mint amiről már korábban szó volt, grafé, azaz írások. Jehukanon 17-es fejezet 17-es versben így szól Jehusa, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd, igazság az ő igéje, nem más, mint az ő szava, amit szentírásnak hívtak.
Jesiáhu, vagyis Ézsaiás így szól a 34-es fejezet 16-os versben, keresétek meg majd Jahua könyvében, és olvassátok, ezeknek egy híjok sem lesz, egyik a másiktól ellen marad, mert az ő szája parancsolta, az ő lelke gyűjté össze őket. Azaz ő is Jahua könyvéről beszél. Ugyanúgy, ahogy Kefa, azaz Péter első levelében, az első fejezetben ír a 23-as vers, Ben, mint akik újonnan születettek nem romlandó magból, de romolhatatlanból Elohimnek igéje által, amely él és megmarad örökké, ugyanúgy, ahogyan azt Jesiahu Ézsaiás írta, egy híjok sem lesz, egyik a másiktól el nem marad, mert az ő szája parancsolt, az ő lelke gyűjti össze őket. A legnagyszerűbb példa azonban erre talán második Timóteushoz írt levele Saulnak, a 3. fejezet 16-os vers, a teljes írás Elohimtől ihletett, és hasznos a tanítása, feddése, megjobbítása, az igazságban való nevelésre. Természetesen a teljes írás Saul számára az úgynevezett Ószövetség volt, hiszen a többi része nem létezett. Őre ki fogalma se volt arról, hogy későbbiekben az ő levelét majd hozzá fogják tenni, és egyenrangúvá teszik Elohim beszédével, sőt, az ő levelére hivatkozva emberek majd meg fogják változtatni igazából Elohim igéinek üzenetét. Ha megnézzük a biblia.hu weboldalt, akkor azt látjuk a Biblia elnevezései résznél, hogy a Biblia név a görög biblion szó többes száma, a biblion szó jelentése pedig könyvtekercs, a biblios szóból származik, mely eredetileg az egyiptomi papirusz, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte. A Biblia jelentés tehát könyvek. A második századtól fogva kezdték ezt a nevet a keresztények, Elohimtől ihletetnek vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ugye akkoriban már a keresztények réges-régen pogány útra tértek, hiszen az eredeti követőit, Jehusák másiáknak sohasem hívták keresztényeknek, sokkal inkább nazareusoknak hívták őket, a keresztény mindig is egy pogány jellegű hagyomány és tradíció csoportra vonatkozott, ugyanúgy, mint a mai napig, ezért kezdték ők el használni ezt a nevet, de ez ki fog derülni a későbbiekben. Az Ószövetségben egyedül Dániel próféta nevezi könyveknek a szent iratok gyűjteményét, ezt ugye megnéztük, Dániel második 9-es. Az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy egy könyvnek a rendkívüli jelentésége nem külső, emberi formájában van, könyveket látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. Tehát az arról beszél, hogy egyszerű név, melynek a jelentősége nem a formájában van, hanem a tartalmában sokkal inkább. A Bibliát nevezik egyszerűen írásnak, írásoknak is. Jehusa és az Új Szövetség, a Brit Hadasa írói is használják ezt az elnevezést. Ezt megnéztük Márk 12.24, illetve másik Timóteus az 3.16. Továbbá nevezik Elohim igéjének, Logosznak, Szentírásnak, megnéztük ezt is, könyvek könyvének is. Elohim igéje elnevezés a Szentírásból származik, Elohim profétákon keresztül között kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ugye arról beszélek, hogy azért hívják Elohim igéjének, könyvek könyve Szentírásnak, mert ez az egyetlen könyv a világon, mely a Teremtőtől származik. Ez az egyetlen könyv, melyre a Teremtő azt mondja, hogy ez az ő szava. Az összes többi emberi tradíció és emberi hagyományok, illetve filozófiák a gyűjteménye. Ezeket megnéztük már, ugye Dániel 9.2, Jehukanon János 17.17, és ugyancsak a Szentírásból származik Jahua könyve név is, ami igen kifejező és jelentőségteljes, ez ugye Jesiahu Ézsaiás 34.16-ban van, ez szerint a Biblia Elohim könyve az embereknek. Úgyhogy innen származik a Biblia kifejezés, amit láthatjuk, hogy már az eredete sem túlságosan megnyugtató, ugyanis egy pogány kifejezésről van szó, hiszen egy egyiptomi papírusznak a görög neve, illetve ki fog derülni a később évben, és már olvashattunk róla, hogy Byblos tulajdonképpen egy föníciai város.
Csak két dolgot hozzátennék még, az egyik az, hogy nem arról van szó, hogy a Biblia tartalma az, ami pogány, hanem sokkal inkább arról, hogy ez maga az elnevezés, mint Biblia, egy pogány eredetű kifejezés, ez ki fog derülni hamarosan, és ez az egyik. A másik az, hogy ezeknek a héber neveknek a használata mindenkinek a lelkiismeretére van bízva, és mindenkit biztos vagyok benne, hogy a Ruach el fog vezetni oda, ahol neki lennie kell. Én nem azt mondom, hogy az emberek, akik nem ezt használják, azok nem juthatnak el az üdvösséghez. Én azt mondom, hogy ha lehetőség van közelebb kerülni az atyához, akkor én megteszek mindent, ami tőlem telik, és nem azt mondom és csinálom, amit én gondolok, hanem azt, amit ő nekünk meghatározott. Úgyhogy remélem hasznosnak találtátok, folytatni fogjuk a Byblos városának megtárgyalásával a következő részben. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!